A pacséri halász István mogyorú ültetvényt telepített fiaival, amihez csepegtető öntözőrendszer telepítenének a mostani pályázati pénzből. A Prosperitáti Alapítvány ehhez több mint 300 ezer dináros segítséget nyújt. Fiaimmal együtt csináljuk, és az is pályáztuk meg, ez hosszabb folyamat, és egy kicsit, hogy próbálom, hogy ne menjenek külföldre a fiaim, ha lehet, akkor remélkedünk, hogy egy kis jövedelem lesz belőle. Az entagunarasi Tóth Ugyonka Rudolf 800 ezer dinárt nyert öntözőrendszerének kiépítésére. Ez egy nagy segítség a gazdaságunknak. Először most paprikát szeretnék vele öntözni, aztán pedig gabonaféléket, kukoricát, másodvetéseket termeszteni. A mostani kiírásban 30 millió dinárt osztottak szét a pályázók között, emelte ki Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője. Egy olyan pályázati területről, projektekről van szó, amelyekre nagy szükség van Vajdaságban. A termőföldek öntözése nem megoldott, úgyhogy azt gondolom, hogy jó pályázati kiírás volt, a sok jelentkezős és ezt támasztja alá. Én abban bízom, hogy a 49 sikeresen pályázó és ma szerződéskötő kedvezményezett, mielőtt megvalósítja a projektjét, és hamarosan hasonló pályázati kiírással tudunk jelentkezni. Azok, akik nem nyertek az első körben, pályázhatnak a következőkben, mondta Menyhárt Attila, Magyarország szabadkai főkonzulátusának vezető konzulja. Nem csak Szerbiának, hanem az Európa Uniónak is érdeke, azon túlmenően, hogy a szomszédos Magyarországnak is érdeke, hogy itt minél több erős családi gazdaság legyen, és ezáltal Szerbia gazdasága is minél erősebben tudjon csatlakozni majdanán az Európa Unióhoz. A szakértők a szerződések aláírása előtt elmondták, mivel manapság a világon sok helyen küzdenek vízhiánnyal, fontos, hogy felelősségteljesen és tudatosan használják fel azok, akik nem nélkülözik ezt a természeti kincset. Többek között ezért van szükség arra, hogy minél több modern öntözőrendszert építsenek ki a vajdasági termelők.